Erre a játékosra már rátalált Fortuna, jól fogadott a mérkőzésekre, így nyertesként érhetett haza a lottózóból. Igaz, nem akkor összege, mint amennyit ezen a héten az ötös lottó ígér, hiszen ezúttal 2 milliárd 888 millió forintat ért. Ebben a lottózóban is folyamatosan érkeznek az X-elők, szem előtt tartva a Szerencsejáték ZRT bármikor bejöhet szlogenjét. A mutatós szám a játék történetében mégsem számít rekordnyereménynek. A legnagyobb nyeremény, amely eddig volt az ötös lotton, az 5 milliárd forint fölötti összeg volt, és volt még 3 milliárdos, az nem olyan régen volt, az ilyen 3-4 évben, ahogy emlékszem. Ezek már nagyon szép kerek összegek, akkor valóban nagyon nagy forgalom volt. Főleg az 5 milliárdnál, akkor megállás nélkül gyakorlatilag ment a lottógép, és kín az utcán is írták, a falon is a szervényeket. Bizonyára képzeletben már a legtöbb játékos tudja, hogy mire költeni a tetemes összeget, azt viszont nehéz elképzelni, hogy mit tenne a nyertes szelvény tulajdonosa. Ha hirtelen megkérdezzük, akkor mindenki azt mondja, hogy adna a családjának, az elesetteknek és a szegényeknek, házat venne, autót venne és utazna. Ezek a sablon válaszok. Aztán én meglátásom az, hogy aki nem szokott sok pénzzel bánni, és hirtelen rászakadna egy ilyen összeg, az először nagy bajba lenne. Tehát én mindenkinek azt tanácsolom, ha ilyen történik, akkor először aludjon rá egyet, utána kérjen szakembertől tanácsot. Az ötös mellett a hatos lottó várható főnyereménye 303 millió forint, még a skandinávé 500 millió forint. Itt talán érthető, hogy a következő napokban az átlagos forgalom többszörösével számolnak a lottózók tulajdonosai.